Sziasztok! Ez most egy ilyen beszélgető smink videó lesz. Régen volt már smink videó, és arra gondoltam, hogy akkor csinálok most egyet, de hogy egy picit feldobjam, és ne legyen annyira unalmas, közben beszélgetek veletek, és update-ellek titeket, hogy mi újság velünk mostanában. Nem feltétlenül a sminken lesz a hangsúly, igazából nem fogok már nagyon extra sminket csinálni, mert hogy délután mennem kell majd Liliért az óviba, és nem szeretnék ilyen arany és lila színekben pompázó szemsminkben behállítani érte. Van itt egy-két olyan smink, amit még nem használtam, úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben a videóban kipróbálom őket, illetve egy nyereményjátékot is elrejtek valahol ebben a videóban, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes lesz velem tartani. A hajamért elnézést kérek, de az a helyzet, hogy megmostam, viszont arra nem volt időm, hogy kiegyenesítsem, és úgy egyszerűen vállalhatatlanul néz ki, úgyhogy inkább összefogtam egy ilyen béna kis konyhba. Sorry, ez van, most ilyen a hajam. Az alapokkal már megvagyok, de azért elmondom, hogy mit használtam. Alapozónak ezt a L'Oréal Infallible hosszantartó alapozó stiftet használtam. Ezzel kapcsolatban már nagyon sokan kérdeztetek tőlem, mert hogy a múltkor egyszer egy Instagram live-ban ezt az alapozót használtam, és én nagyon szeretem ezt az alapozót, számomra ez 2018 alapozója, úgyhogy én nagyon tudom ezt ajánlani. A szem alatti részen a Catrice Liquid Camouflage korrektort használtam, és utána fixáltam a Laura Mercier Translucent Setting Powder púderrel, illetve a T-zónát egy picit lemattítottam a L'Oréal True Match púderrel. Szerintem akkor álljunk neki a szemsminknek, szemhéj alapnak az Urban Decay Primer Potion Anti-Aging szemfesték alapot fogom használni. Az egyik dolog, amiről szerettem volna beszélni, az az, hogy talán észrevettétek, hogy így a novemberi, decemberi időszakban több vagy sok szponzorált tartalom volt a különböző felületeimen, akár itt YouTube-on is, illetve Instagramon is. Közben elkezdem megcsinálni a szemsminkemet is, amihez ezt a gyönyörűséges Pupa Spicy Nudes palettát fogom használni, ami hát egyszerűen bánatosan néz ki, és ezt a színt fogom felvinni egy puffy ecsettel a mélyítő vonalamba. Szóval lehet, hogy feltűnt nektek ez, hogy relatíve sok szponzorált tartalom volt az elmúlt időszakban. Az, az igazság, hogy én ezt mindig mindenhol elmondtam, hogy csak olyan céggel, csak olyan márkával, termékkel, szolgáltatással kapcsolatban csinálok együttműködést, amik úgy érzem, hogy passzolnak az én csatornámhoz, az én személyiségemhez, amit én is használok, vagy amit én magam is szívesen kipróbálnék. Szóval ez teljesen alap számomra, mert nekem borzasztó fontos a hitelesség, és tudom, hogy ez manapság már kissé elcsépelt, mert minden blogger, meg influencer nagyon hiteles akar lenni, de én ezt tényleg így érzem és így gondolom. És ezeket a szponzorált tartalmakat is mindig igyekszem úgy megcsinálni, hogy legyen benne valami hozzáadott érték. Szóval, hogy ne csak annyi legyen, hogy sziasztok, itt van ez a nem tudom én micsoda, és jaj, de jó, nagyon szeretem, próbáljátok ki, hanem valami pluszt is adjak ezekkel a szponzorált tartalmakkal, de például volt az Oázis Kertészettel együttműködve ez a grincsfás videó, ott például megnézhetétek, hogy hogyan lehet egy grincsfát csinálni, vagy mondjuk ugye volt az ajándékcsomagolós videó, amiben bemutattam 3 Unilever ajándékcsomagot, de ott ugye megnézhetétek azt is, hogy hogyan csinálhattok relatíve egyszerűen kreatív ajándékcsomagolást karácsonyi ajándékoknak, szóval ott is volt egy ilyen plusz tartalom, ami remélem, hogy érdekes és hasznos volt számotokra. És mivel nem nagyon jött a szponzorált tartalmakkal kapcsolatban, vagy a szponzorált tartalmak alá negatív komment, így én szeretném azt hinni, és remélem, hogy ez tényleg így is van, hogy ez így befogadható számotokra. Nyilván próbálok odafigyelni az egyensúlyra, hogy ne csak egyfolytában mindig szponzorált tartalmak legyenek, hanem azért legyenek közte olyanok is, amik nem szponzoráltak. De igen, ez a november-december, ez a karácsony előtti időszak, ez tényleg eléggé sűrű volt, ilyenkor a cégek is nyilván minél több megjelenést szeretnének, minél több felületen, de azért azt is el kell mondanom, hogy rengeteg megkeresést visszautasítottam, mert egyszerűen nem akarok mindent elvállalni. Következőnek ezt a matt
ilyen picikét bordós barnát fogom használni, és ezt egy lapos ecsettel feltapogatom ide a szemhéjam külső részére, és utána azt is szépen elsatírozom. A másik fontos dolog, amiről szeretnék beszélni, az a lakás téma. Ezzel kapcsolatban rengetegen érdeklődtök, hogy mi újság, meg hogy állunk, és hát örömmel jelenthetem, hogy találtunk egy lakást, és elindítottuk az adásvételi folyamatot. Persze ez egy nagyon hosszú procedúra lesz, hiszen ugye itt a különböző pénzügyi dolgoknak is rendben le kell zajlani, és hát azért nyilván van még min izgulnunk, de reméljük, hogy nem lesz semmi gond. Végül úgy alakult, hogy Budapesten maradunk, aminek igazából nagyon örülünk. És nem azért, mert sznobok vagyunk, és nem akarunk elköltözni Budapestről, hanem jelenleg a mi életvitelünkbe jobban passzol az, hogy Budapesten maradjunk, és könnyebb így logisztikáznunk. Tehát nem mindegy az, hogy például a férjem a munkahelyéről mennyi idő alatt ér haza, vagy hogy a gyerekekért, hogyha mondjuk menni kell óviba, bölcsibe, akkor honnan mennyi idő alatt érek oda. Közben ezt a szépséges, fényes színt feltapogatom, mert szerintem az ujjammal. Nagyon jó a közlekedés és az infrastruktúra ott, ahova költözni fogunk. Ez egyébként egy döntő ér volt, és tényleg minden van a környéken, tehát bevásárlóközpont, bölcsi, óvoda, iskola, kormányhivatal, orvosi rendelő, szóval ez azért nagyon sokat számít nekünk. Úgyhogy izgalmas időszak vár ránk többféle szempontból is. Egyrészt ugye amiatt, hogy a pénzügyi dolgok rendben legyenek, másrészt meg utána ugye a költözés, a berendezkedés, beilleszkedés, Lének ugye óvoda, Vincének is szeretnék majd ott valami bölcsit, vagy valami hasonlót keresni, addig egyébként nem is akarom sehova beadni. Ha minden jól megy, akkor nagyjából szerintem tél végén, tavasz elején tudunk majd költözni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a drukkolást, meg a szurkolást, tényleg annyira cukik voltatok, mert állandóan érdeklődtetek, hogy mi újság, meg szorítottatok, volt, aki küldött lakáshirdetést is, szóval tényleg annyira jól esett egyébként, hogy ennyire a szíveteken viselitek ezt az ügyet. Hát azért majdnem egy évig kerestünk, és volt ugye két lakás is, amit majdnem megvettünk, az egyiknél ugye mi mondtuk le, mert kiderültek olyan dolgok, amik ugye nem voltak teljesen korrektek, a másiknál pedig az eladó mondta vissza az utolsó pillanatban, szóval azért nem volt ez egyszerű, de úgy tűnik, hogy most már végre megvan, de mondom, szurkoljatok továbbra is, mert itt azért még sok minden zajlik a háttérben. És ha már a hálánál tartunk, akkor szeretném azt is megköszönni nektek, hogy velem tartottatok egész évben. Hát nem tudom, hogy mire kikerül ez a videó, mennyi feliratkozom lesz pontosan, de most jelenleg nagyon közel járunk a 27 ezerhez, és bízom benne, hogy hát ha évvégéig még elérjük, de ha nem, az sem érdekel, mert tényleg borzasztóan hálás vagyok nektek. Hihetetlen jó kis közösség vagyunk mi így, nagyon szeretem olvasni a kommentjeiteket, az üzeneteiteket, minden, tényleg borzasztó hálás vagyok azért, hogy ennyire jó fejek vagytok, meg aranyosak, érdeklődőek, szóval nagyon szeretlek titeket, úgyhogy szeretnék egy ajándékcsomaggal kedveskedni nektek, hát sajnos nem mindenkinek. Ez az ajándékcsomag egyrészt tartalmaz egy Revolution Mermaids Forever szemfesték palettát, amit próbálok úgy mutatni, hogy ne vakuljatok meg tőle. Ebben 32 darab gyönyörűséges szín található, szerintem eléggé menő. Aztán van itt még egy Bourjois Rouge Velvet The Lipstick ajakrúzs, ennek a másik árnyalatát fogom majd használni a videóban is, imádom, zseniális tényleg. Három limitált karácsonyi Yves Rocher termék is lesz az ajándékcsomagban, egy Red Apple kézkrém, egy Golden Tea testápoló, illetve egy Golden Tea kézmosó. Úgyhogy ha szeretnétek megnyerni ezt az ajándékcsomagot, akkor nincs más dolgotok, mint nyissátok le a videó alatti leírást, és ott el tudjátok olvasni a nevezési feltételeket. Na de akkor térjünk vissza a sminkre, ezt a szépséges, fényes arany árnyalatot
egy ceruza ecsettel felviszem a belső szemzúba. Egyébként annyira durva, hogy már megint az van, hogy így évvégén annyira repülnek a napok, meg a hetek, hogy tényleg csak így kapkodom a fejemet. Egyszerűen elképesztő, hogy tényleg mi van így évvégén, mindenki meg van őrülve. Van itt egy ilyen fényes barnás szín, ezt felviszem az alsó szempillák tövéhez. Egyébként rájöttem, hogy engem ilyenkor karácsony előtt ez az egész ajándékozás téma is borzasztóan frusztrál, úgyhogy idén megbeszéltük a családdal, hogy csak a gyerekeknek ajándékozunk, és amúgy pedig maximum csak ilyen kis apróságokat veszünk egymásnak. És ez már így önmagában tökre felszabadító. Egyrészt, mert kevesebb ajándékot kell levadásznom. Mármint, hogy szeretek ajándékozni, ne értsetek félre, de vannak olyan családtagok nálunk, akiknek egyszerűen borzasztóan nehéz ajándékot venni, vagy ajándékot csinálni, teljesen mindegy. És mindig vértizadok egyszerűen. Meg hát akármennyire is elcsépelte hangzik, de a karácsonynak nem az ajándékozás a lényege. Persze tök jó adni a másiknak, de ne arról szóljon már az ünnep, hogy most akkor ki, kinek mit vesz, meg mit kap, meg minél nagyobb dolgot, hogy aztán ki lehessen posztolni Instagramra. A gyerekeknek is mi azért így moderáltan ajándékozunk, úgymond, tehát nem lesznek ilyen hatalmas ajándékhalmok a karácsonyfa alatt. Nem akarok nekik sok játékot venni, mert nem akarom azt, hogy kibontogatják, aztán az egyiket dobják a sarokba. Azt szeretném, hogy értékeljék azt, amit kapnak, meg hogy aztán játszanak is vele, és ténylegesen használják. Jöhet a szempillaspirál, ezt a nagyon furcsa kinézetű L'Oréal Unlimited szempillaspirált fogom használni, aminek az az érdekessége, hogy elvileg a kefét valahogy meg lehet hajlítani. Azt mondjuk nem tudom, hogy hogy. Jó, mindegy, tök mindegy. Kifestem a szempilláimat, és próbálom nem összekenni a szemhéjamat. Valószínűleg könnyebb lenne dolgozni ezzel a szempillaspirállal, hogyha el tudnám... Ja, hogy le kell róla venni ezt a bigyót, és úgy tudom... Hát így ezért sokkal jobb, mint hogyha nincs a kefe elhajlítva. A Lancome-nak volt ilyen szempillaspirálja, nem? Aminek ilyen hajlított vagy hajlítható keféje volt. Már nem emlékszem, de valamelyik márkának volt már ilyen spirálja. Nem rossz amúgy ez a spirál, picit még ki kell tapasztalnom, hogy hogyan is lehet ezzel igazán szépen és jól kifesteni a szempilláimat, de tetszik. És akkor jöhetnek az ajkak, először is ezzel a Rimmel Exaggerate ajakkontúr ceruzával kihúzom az ajkaimat, ez a 063-as Eastern Snob árnyalat. Először körbe rajzolom, és aztán ki is töltöm majd vele. És akkor most jöhet ez a bizonyos bourgeois rúzs, tehát ez a Rouge Velvet The Lipstick 18-as Mauve Marte árnyalat. Egyszerűen isteni ez a rúzs, komolyan. Annyira, de annyira tetszik ez a szín, meg ez a textúra, hogy nincsenek rá szavaim. Mondjuk lehet, hogy ehhez a szemsminkhez nem feltétlenül illik ez a szín, ami most a számon van, de nem érdekel, mert meg akartam mutatni nektek ezt a rúzst, mert tényleg annyira imádom, hogy nektek is láthatok kellett. Jaj, várjatok, hát pirosítót meg highlightert még nem tettem föl, úgyhogy pirosítónak a Benefit Dandelion pirosítót fogom használni ezzel az elképesztően cuki essence ecsettel, ami egyébként elvileg highlighter ecset, de nekem arra egy picit túl nagy, úgyhogy én pirosító ecsetnek használom. És akkor jön a smink megkoronázása, ezt a gyönyörűséges MAC Extra Dimension Skin Finish-t fogom használni, ez az Oh Darling árnyalat, és Oh Darling, hát ez valami csodálatos. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog mutatni az arcomon. Oh, nézzétek, majd.
gyönyörű. Á, nem fognak egyébként hülyének nézni az óviban, hogy ilyen sminkben megyek. Hát ez valami csodálatos, komolyan. És ezzel el is készült a sminkem, remélem, hogy tetszik nektek, és hogy tetszett ez a videó is. Én nagyon örülök, hogy végre le tudtam ülni nyugiban egy picit beszélgetni veletek, és közben sminkelni. Nem nagyon akarok még búcsúzkodni, mert nem ez az utolsó videóm 2018-ban, de nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok egész évben, és tényleg nagyon szeretlek titeket, és borzasztó hálás vagyok nektek minden egyes kommentért, lájkért, feliratkozásért, tényleg mindenért, amit kapok tőletek. Ne felejtsetek el jelentkezni a nyereményjátékra, és hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, és kövessetek Facebookon és Instagramon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!